Csapjuk? Szóval, harmadik jelen ige időnk, egyben akkor így, ha kiszámoljuk, egyszerű jelen, egyszerű múlt, egyszerű jövő, going to, folyamatos jelen, hatodik olyan ige idő, ami akkor kelt, és akkor az előbb, ahogy beszéltük, ugye ezzel akkor a középfokú szóbeli nyelvvizsgálnak a nyelvtan részét, mint ige idő le tudjuk, és nem kell tudni. De mi is ez a befejezett jelen? Hát már a neve is elég egzotikus, nem? Mi az, hogy befejezett jelen? Hogy lehet egy jelent befejezni? Úgyhogy most kivételesen nem azzal kezdek, hogy mi a képzése, az lesz a végén, hanem mi a használata. Ugyanis a befejezett jelen az az igeidő, amely nem létezik a magyarban. Tehát itt kell egy kicsit megerőszakolni az agyunkat, hogy tudjuk, mi is ez a befejezett jelen. És ez az igeidő, ami nehezen megy ugye mindenkinek. Vagy azért, mert nem tudják jól elmagyarázni a tanárok, vagy nem tudják a diákok jól megérteni, vagy mind a kettő egyszerre van így, vagy nagyon jól elmondja az a tanár, de mégsem megy át a diáknak, tehát egy másik tanár érteni, hogy ez a tanár mit mesél, de ez a diák nem fogja megérteni. Én most próbálom nem ilyen szemszögből neked elmondani, elmondom, hogy a befejezett jelent, mint ahogy mindig, mire használjuk, mikor kell neked használni, és akkor ez hogyan néz ki majd képzésbe. Szóval, befejezett jelent, mint ahogy a nevében is benne van, tehát befejezett jelent. Olyan jelen, ami be lett fejezve. Na most, ha olyan jelen, ami be lett fejezve, akkor az mi? Mi az, ami jelen, amit befejeztünk? Azt igazából úgy hívjuk, hogy múlt idő. Szóval a befejezett jelen használatilag egy múlt idő. Egy múltban megtörtént, lezajlott, végbe ment, befejeződött, lezárult, cselekvés. Igen, muszáj hangsúlyoznom, jó? Tehát a jelenhez olyan szinten, hogy a cselekvés mikor történt, nincs köze. Mert hogy a befejezett jelen az megtörtént a múltban. Tehát a befejezett jelen múltban történt cselekvés. Ugyanaz akkor igazából, mint az egyszerű múlt, nem? Tehát jogos a kérdésed, amit feltettél, köszönöm, hogy ezt rákérdeztél. Hát miért kell akkor ebből még egy, ha már egyszer van nekünk az, hogy egyszerű múlt? Miért keres ez egyáltalán akkor a jelennél? Nem? Miért nem ott vettük? Tök jó kérdések. Ezért mondtam, hogy ilyen nem létezik a magyar nyelvtanban, tehát meg kell előszokon az agyunkat. Figyelj, így gondolják az angolok. Múltban történt cselekvés. Eddig ugyanaz, mint az egyszerű múlt. A különbség az egyszerű múlttal az lesz, hogy olyan múltban történt cselekvés ez, ahol nincs megadva időpont, hogy mikor történt ez a cselekvés. Tehát nem mondod oda, hogy tegnap, hogy múlt héten, hogy 56-ban, hogy 93-ban, amikor esett a hó, semmi. Jó? Tehát ugyanaz. Mondok példát. Egyszerű múltban tegnap tévét néztem. Egyszerű múlt, ott van a tegnap. Király. Ha csak annyit mondasz viszont, vagy annyit akarsz mondani egy másik embernek, hogy tévét néztem a tegnap nélkül, azt már nem teheted egyszerű múltban, csak befejezett jelenbe. Miért? Mert nincs benne időpont. Na most akkor jöhetne az a kérdés, hogy azért mondom, görgessük ezt még jobban. Azt mondod, hogy hát magyarban mindegy, nem? Tegnap tévét néztem, vagy tévét néztem, mindegy, nem? De az angolban viszont nem. Na most erre figyelni, hogy most tegyek-e bele időpontot, vagy nem, és hogyha nem teszek bele, akkor befejezett jelen, hát egy kicsit ugye melós. Meg hát miért kéne erre? Inkább használom az egyszerű múltat, és teszek bele időpontot. Jó, csináljuk ezt, használjuk ezt, és ez teljesen jó is. De mégis miért van ez, az egész? Azt mondja továbbá az angol, hogyha te nem teszel bele időpontot ebben a múltban megtörtént lezajlott cselekvésedbe, akkor te ezzel nem magát a cselekvést emeled ki, hanem hogy ennek a cselekvésnek a jelenre van valami hatása. Tehát ne erre figyelj, hogy mi történt a múltban, bár ez volt az a cselekvés, de emiatt van most nekem a jelenben bármiféle következménye annak a cselekvésemnek. Tudsz így követni? Mondok mindjárt egy példát. Tehát jelenbeli következmény vagy hatás. Mondok egy példát, hogy ez nem létezik igazából a magyarban, de valamilyen szinten én mégis azt mondom, hogy létezik, és ezt meglepő módon, ahol mindenki ugye vagy miniszterelnök, vagy pedig ugye szövetségi kapitány a kocsmából, való ez a példám. Pultos, bejön, Béla bácsi. Mi újság van, Béla bátyám? Ne is kérdezz, disznót öltünk. Na most, ha neked valaki ezt mondja, hogy ne is kérdezz, disznót öltünk, akkor te mire gondolsz? Hát valami volt, nem? Elszaladt, nagyon nehéz volt, megrúgta, rossz lett, tö-tö-tö-tö-tö, igaz? Miért? Mert elétette azt, hogy ne is kérdezd. Na vedd le belőle azt, hogy ne is kérdezd, és akkor mit halljunk meg csak?
disznót öltünk. Ebben nincs időpont, igaz? Valahogy így működne, hogyha ha nagyon le akarom sarkítani, vagy akarok egy magyar példát erről, hogy hogyan működik befejezni. Jó? De lehetett volna az is, hogy bejön be, hogy mi semmi vagy. Semmi, reggel disznót öltünk. Ott van a semmi, megint csak mint hangulat szó, de beletett egy időpontot. Reggel disznót öltünk. Kész. Ez volt ez a cselekvés, ami megtörtént. Senkit nem érdekel továbbá a dolog. Jó? Tehát nagyjából arra akarják ezt használni, hogy olyan múltbeli cselekvés, tehát történt veled valami tegnap, múlt héten 56-ban, bármikor, és te nem teszed bele, hogy mikor történt, ezzel te érzékelteted, hogy hatása van a jelenre. Nagyon jó ez beszélgetés elkezdésére. Jó? Egy baráttal. És akkor megy tovább a dolog, vagy tényleg olyan cselekvéseket az életedben, amik történtek veled, betenni befejezett jelenbe, kiemelvén, hogy neked ez bizony meghatározó volt és hatással volt a jelenlegi életedre. Jó? Ez mondom, akár tegnapról már is lehetett, nem muszáj nagyon visszamenni az időbe. Na és akkor úgy jön a következő gond, ugye hatása jelenre, hát a diákok itt szoktak elfüstölni, hogy most akkor mi hatás, hát szerintem ez hatás volt, ez nem hatás. Mondjuk egy feladatba eldönteni, ez kicsit nehezebb is. Ezért van az, hogy rájöttek lehet az angolok, ez nem lesz a legjobb használni, hogy rengeteg, és az angol igeidő közül ennek a befejezett jelennek van a legtöbb határozó szava. És itt a határozó szavak azok nem olyanok, mint az eddigi igeidőknél, hogy csak ráerősítettek erre a használatra. Lásd, egyszerű jelennél azt mondom, hogy élek. Minden nap élek. De csak ráerősítettek arra, hogy ez a cselekvés az mikor történik. Itt igazából ezek úgy képzeld el ezeket a határozó szavakat, hogy ezek különböző helyzeteket, akár új használatokat is adnak a mondatodnak, vagy az egész befejezett jelen igeidőnek. De nem állok több zsákba macskát, tehát határozó szavak, hat szavak, minden úgyis ugye a videóban mondott lesz a leírásban az összes ilyen dolog, tehát határozó szavak. Tehát ha azt mondod, hogy valamit éppen most tettél meg, just. Éppen most láttam egy jó filmet. Jó? Nyilván ez megerősítő azt, hogy múltban történt, nem olyan rég, és hatással van a te életedre, mert beletetted azt, hogy ha azt mondod, hogy már, already, vagy még, yet, vagy még mindig nem, csináltál meg valamit. Kb. 10 ilyen határozó szó van, ebben beleértjük a since-t és a for-t is, akár majd, mint időhatározó szavak. Erről van külön videó is a since és a for-ról. Szóval ezek a határozó szavakkal, hogyha ezekkel akarsz-e múltidejű mondatot mondani, ennek ugye a magyar jelentésükkel, az csak befejezett jelenbe teheted meg. Tehát ugye nyilván abban, hogy éppen most láttam egy filmet, ebben nincs időpontod, vagy éppen a justot lehetne időpontnak is venni, hogyha nagyon szőrszehasogatóak vagyunk, viszont a just az nem az egyszerű múltnak, hanem a befejezett jelennek a határozó szava. Summa summarum használat, hogy akkor egyszerűbbé tegyem, még egyszerűbbé. Befejezett jelen, múltban megtörtént lezajlott cselekvés, csak úgy, mint az egyszerű múlt. Nincs időpont, tehát nem teszel bele időpontot. Azért nem, mert szeretnéd ezt a cselekvést meghagyni annak, hogy ennek a következménye a fontos, nem pedig ez maga a cselekvés. De hogyha el kell dönteni egy feladatban, hogy egyszerű múlt, hogy befejezett jelen, megnézed, van-e benne időpont, vagy nincs, vagy van-e benne határozó szó, vagy nincs. És ugye másik még akkor hozzá, akkor használod, hogyha ezekkel a határozó szavakkal, több mint 10 van, ott lesz a leírásban, több mint 10 van, akarsz te múltidejű mondatot mondani. Szóval a befejezett jelen az múlt, múlttal fordítjuk magyarra is, ez egy fontos dolog, jó? Hiába jelen neve és hiába jelen igeidő között a harmadik nekünk meg összességében a hatodik igeidőnk, amit veszünk. Jó? Szupi! Na, fasza! Hát ez a használat. Ami még ugye nekünk kellene, az a képzés. Hogy néz ki ez a mondat? De az már ugye egy egyszerűbb történet lesz. A képzés a befejezett jelennek, a have segédigét használjuk, és a has-t egyes szám harmadik szemébe, hopp, és az igét pedig harmadik alakba. Na itt jön a harmadik alak. A rendhagyó igék harmadik oszlopa, és amelyik igen nem rendhagyó, az ugyanúgy, mint ahogy egyszerű múltban, második alakban, harmadik alakban is ED végződést kap. Írjunk egy két példát akkor mondjuk erre. Ha legyen ez a tévénézéses, hogyha már ez így volt. Tehát I have watched the TV pont. Ugye nincs időpontom. Tévéztem. Vagy azt mondjuk, hogy ő tévézett. He has watched the TV. Tagadásnál ugye már a klasszikus sorrendben a segédige fogja megkapni a látszócskát.
Kérdés nélkül meg ugye a segédige megy előre. Hát magunkra ritkán kérdezünk rá, bár mindig elmondom, van az a alkohol mennyiség, amikor rákérdezünk, hogy tévét nézte. De inkább ő tévét nézett. Have you watched TV? Has he watched TV? Ez a képzés. Úgyhogy rendhagyókat újra elő kell venni, hogyha nincs meg ugye agyban. Oh, yes, yes, yes. De igazából ma, amit gyakorlunk, és ezt javaslom mindenkinek, aki befejezett jelent tanul, először képzést, viszont tehát elméletben így vegyük át, viszont először gyakoroljuk be a képzését, majd utána jöhet a használat. Azért, mert meg kell tanulni az összes határozó szót ahhoz, hogy menjen igazából a használata. Jó? Ahhoz meg példamondatok kellenek. Akkor mi gyártjuk le ezeket a példamondatokat, és jobban meg fognak maradni. Jó? Oké, gyakoroljuk? Yes, nyomjuk!